akik az életben szerették egymást, azokat még a halál sem választhatja el. Ezzel a gondolattal emlékeztek meg Szekszárdon, arról, amint egy 600 környékbéli zsidóról, akik 76 évvel ezelőtt a holokauszt áldozataivá váltak. A szekszárdi izraelita hitközség és Szekszárd megyei jogú város közös megemlékezésén emlékbeszédek és liturgiák hangzottak el a zsidó temetőben. A halottainkért, a mártírjainkért minden esetben egy imával, és minden esetben egy halotti imával, amit kadisnak neveznek a zsidók, azzal emlékezünk. A koronavírus okozta helyzet ugyanakkor nem tette lehetővé az egykori zsinagógában a szokásos ünnepi műsor megtartását és a koszorúzást. Egy olyan különleges időszakban élünk, ahol a vírus veszély miatt ugye erősen le vannak redukálva az emberi kapcsolatok, a gyülekezések, istentiszteletek, és ezért külön öröm, hogy ez sem tudta megakadályozni, hogy meg tudtuk tartani a megemlékezést. A zsidó vallási szokások szerint a megjelentek emlékkövek lerakásával nyilvánították ki tiszteletüket.